Alig egy éve vágott bele a média bizniszbe a miniszterelnök tanácsadójának tartott Habony Árpád, üzlettársa Győri Tibor, a miniszterelnökség volt államtitkára, közös cégük a Modern Media Group ZRT, a 888.hu internetes portál és a Lokál című ingyenes újság kiadója. A céget tavaly tavasszal 6 millió forinttal alapították, tőkéjét később 144 millióra emelték, a befektetés pedig bejött. A cég mérlegéből kiderül, hogy már 2015-ben egyetlen év alatt 803 milliós árbevétel mellett 200 milliós nyereséget termelt. Az eredményhez jelentősen hozzájárultak az állami vállalatok hirdetései. A Magyar Narancs korábbi összesítése alapján eddig csak a Szerencsejáték ZRT 307 millió forintért, a Magyar Villamosművek pedig 129 millióért hirdetett a cégnél. Összesen 454 millió forint állami hirdetést számoltak össze úgy, hogy több állami cég el se árult a hirdete valamelyik Habony Árpád érdekeltségébe tartozó lapban. Lázár János miniszter korában azt mondta, nem a kormány dönt arról, hol hirdetnek az állami cégek. Van három olyan ügynökség, Javicski Zoltán, rosszul mondom, aki bonyolítja a hirdetéseket, hogy hova mennyi hirdetés menjen, és nekik kell meghatározni, hogy a hirdetési piacon kinek mennyi lehetőséget, miért biztosítottak. Miközben Habony Árpád média cégének egyre jobban megy, ugyanakkor Simicska Lajos, korábban kormány közeli médiabirodalma jócskán megérezte, hogy megromlott a milliárdos nagyvállalkozó és Orbán Viktor miniszterelnök kapcsolata. Simicska Lajos üzlettársai a Lokál közvetlen versenytársát, a Metropol című ingyenes lapot kiadó cég is. A cég vezérigazgatója korábban azt mondta a híradónak, tőlük elpártoltak az állami vállalatok. Azt természetesen tapasztaljuk, hogy vannak olyan cégek, akik előző években rendszeres hirdetőink voltak, és most pedig nem. És ezek általában az állami cégek, vagy az állami hátterű cégek. Nem csak a Metropoltól mentek el az állami hirdetők, néhány napja adták el a korábban Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Klassz FM rádiót, amelynek árbevétele a Népszabadság szerint egy év alatt 700 millióval, nyeresége 460 millióval csökkent, a Hír TV bevétele pedig még nagyobbat, 7 milliárdról 4 milliárd forintra esett vissza, nyeresége pedig 450 millióval lett kevesebb. A DK szerint a kormány közpénzből új médiabirodalmat épít. Semmi más nem történt, mint korábban a Simicska médiabirodalomnak adott pénzt, most átirányítják a Habony-Vajna féle médiabirodalomba. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem pusztán erkölcstelen, hanem törvénytelen is. Kérdésünkre a kormányzati tájékoztatási központ is azt írta, hogy az állami hirdetésekről az ügynökségek döntenek, így a kormánynál nem vezetnek nyilvántartást arról, hogy melyik cégnél mennyi állami pénzt költenek el.